Önök a Polit Televízió híradóját látják, a műsorvezető Kovács Gyöngyike. Jó estét kívánok! Nézzük mai híreinket röviden, egy-egy mondatban. Megnyílt a Kézdivásárhelyi Korcsolya pálya. 8. születésnapját ünnepelte a Kézdivásárhelyi Nyugdíjas Klub. Nagykorúsítási ünnepséget tartottak az Apor Péter Liceum diákjai. Adventi keresztény zenefesztiválra került sor a Vigadóban. Felső háromszéki bőfélyek találkoztak Gelencén. És most nézzük bővebben. Hivatalosan is megnyitotta a kapuit a Kézdivásárhelyi jégpálya a nagy közönség előtt. Ezzel egy időben a jégkorong csapatok edzéseit is megkezdték a hazai pályán. Technikai okok miatt eddig nem indították el a korcsolya pályán a hűtőrendszert, szombatra azonban sikerült megfelelő vastagságú jeget előállítani, és a tervek szerint, valamint az időjárás függvényében március végéig szeretnék üzemeltetni a korcsolya pályát. A most előállított jeget a hűtőberendezés plusz 8 Celsius fokig biztosítja. A hirtelen és nagy felmelegedés esetén azonban jelentős megterhelésnek lenne kitéve, és működtetése hatalmas pénzösszegbe kerülne. A programot úgy alakították ki, hogy mind a jégkorongozók, mind a közönség korcsolyázás teret kapjon. Hétköznaponként 15 órától és 18 óra 30 perctől vannak edzések, valamint 16 óra 30 perctől, illetve 20 óra 15 perctől a közönség veheti igénybe a jégpályát. Hétvégeken és vakációban a közönség korcsolyázás programja változik, 17 óra, valamint 9 óra 30 perc kezdette. A korcsolya pálya körül még folynak a munkálatok, az 5 millió lejes támogatásból egy szakcég a pálya befödését kezdte meg, és ha a munkálatok a tervek szerint haladnak, akkor jövőben a környék legkorszerűbb fedett korcsolya pályájával büszkélkedhet városunk. Harmadik osztályba lépett a Kézdivásárhelyi Nyugdíjas Klub, hiszen fennállásának 8. születésnapját ünnepelték pénteken. A rendezvényt Kézdivásárhely közéleti személyiségei is megtisztelték jelenlétükkel. A Kézdivásárhelyi Nyugdíjas Klub mintegy küldetést teljesít. Azért, hogy az aktív munkából már kivált, de társadalmi érdeklődésüket el nem vesztett volt alkalmazottak érezhessék, nem váltak feleslegessé, és nem írták le őket, mint feleslegessé vált bútordarabokat. Bekapcsolódhatnak az intézeti életbe az olykor közös rendezvényeken is. Ennek már 8 éve. Hiszen a Kézdivásárhelyi Nyugdíjas Klub ma 8 éves. A pénteken tartott ünnepség alkalmából a nyugdíjasok vendégül látták a klubtagokat, továbbá a Nyugdíjas Klub támogatóit. A 60-70 éves asszonyok és férfiak fiatalosan álltak színpadra. Nótáztak, táncoltak, verset mondtak a szeretet jegyében. A klub tevékenységének egyik legfőbb célja, hogy az idesereg lett idős emberek egyszerűen csak jól érezzék magukat közösségben. A nyugdíjas klubunknak a fő célja, hogy az időseket, a nyugdíjasokat átsegítsük azon az nehéz időszakon, amikor elmegy nyugdíjba, azután, azon kívül, hogy a nyugdíjasok jól érezzék itt magukat, és érezzék azt, hogy nincsenek kiszorítva a társadalomból, mert azért egy olyan érzésünk is volt, hogy a társadalom szélére kerültünk. Ezen kívül, hogy szorakozzunk, hogy jól érezzük magunkat, hogy megőrizzük azt a fiatalságot, a relatív fiatalságunkat, és hogy az egészségünket megőrizzük itt a nyugdíjas klubban. A Polip Televízió szerkesztősége nevében az Isten éltesse a Kézdivásárhelyi Nyugdíjas Klubot, azt a nyugdíjas klubot, mely ezelőtt 8 évvel egy kiváló kezdeményezés volt, hiszen létének egyik fő mozgatórugója az volt, hogy a magány ellen nyújtson védelmet az időseknek. Pénteken a Vigadó Művelődési Házban tartotta az Apor Péter Szakközépiskola végzős diákjainak nagykorúsítási ünnepségét. A nagy napon 157 diák állt a felnőtté válás küszöbét jelző esemény középpontjában. Az ünnepség alkalmával az iskola 11. osztályos diákjai egy színvonalas műsort szerveztek 12-es társaiknak, amely során ők és tanáraik nagykorúvá nyilvánították az utolsó középiskolai évüket taposó társaikat.
Miután a végzős diákok és osztályfőnökeik elfoglalták a helyeiket, Dezső Vencel igazgató és Morus Ovidiu aligazgató köszöntötte az egybegyülteket. Természetesen számotokra egyik nagybetűs nap ez a mai, hiszen tulajdonképpen most kezdtétek ettől a pillanattól kezdtetek búcsúzni az iskolától, tanároktól, és ettől tovább úgy nézett rátok a többiek, mint azokra, akik az iskolát készülnek elhagyni. Természetesen, hogy rengeteg élmény köt benneteket ez az iskolához, kellemes és kellemetlen, de most már csak a kellemesekre emlékezünk, és kívánom, hogy ezt a néhány hónapot még használjátok el arra, hogy még jobban felkészüljetek az érettségre, hiszen kemény erőpróba vár rátok. A köszöntőbeszédek után került sor a szalagok feltűzésére és az ünnepi műsorra. A bátorító szavak, lelkesítő gondolatok még inkább tudatosították a végzősökben, hogy valaminek vége, és valami ismeretlen új küszöbén állnak. Egy viszont biztos, hogy felnőtt koruk csak akkor válik nemessé és tartalmassá, ha már sokszor ismételt és hangsúlyozott keresztényi értékek tükrében gondolkodnak és cselekszenek. A Kézdi Orbai Református Egyházmegye, az Üzenetegyüttes és a Kézdivásárhelyi Vigadó második alkalommal szervezte meg az Adventi Keresztény Zenefesztivált. A pénteki eseményen 8 együttes, illetve előadó lépett fel. A Várom az Urat című rendezvényt december 14-én pénteken tartották a Vigadó Művelődési Házban. A rendezvényen idén is felléptek a katolikus és református kórusok fiatal együttesei. Az esemény áhítattal kezdődött, majd sorban a Kézdivásárhelyi Boldog Özséb zenekara, a Lemhényi Iskola kórusa, a Gelencei Általános Iskola kórusa, a Kézdivásárhelyi Református Kollégium kórusa, Ráduj Lala, a Baróti Katolikus Ifjúsági Csoport, a Bölöni Ifjúsági Csoport és végül az Üzenet Együttes lépett színpadra. Az ökumené idejét éljük, és igyekszünk komolyan venni ezt a dolgot. Igaz, hogy csak katolikus és református csoportok vannak felírva, de például a Lemhény iskolában adventisták is énekeltek, és meg vagyok győződve, hogy nem az számít, hogy ki milyen felekezetnek a tagja, hanem hogy legyen egy alkalom, amikor így együtt vagyunk adventi időszakban. A rendezvény célja a közös várakozás megünneplése az adventi ünnepkör fényében, egy fedél alá gyűjtve több háromszéki keresztény zenét játszó együttest. Gelence volt a házigazdája a második alkalommal megszervezett háromszéki vőfélyek találkozójának. Az elsőt a ceremóniamesterek 2007 nyarán az Ikavára alatt rendezték meg. Tucatnyi felső háromszéki vőfé fogadta el a gelencei Barakáldár Imre meghívását és vett részt a disznótorral egybekötött megbeszélésen. A vőfélyek hagyományt kívánnak a találkozókból teremteni, időközönként megbeszélni, hogy mi is történt velük, a családjukkal a legutóbbi találkozót követően. Gelencén is ez történt, s hogy a jó hangulat se hiányozzon, Ábri Béla és zenekara biztosította a zenét, a vőfélyek meg egymást szórakoztatták a ritmusokkal. Gondolom, hogy eleget tettünk a meghívásuknak, és a barátsági mindent megteszünk. Köszönjük a kollégáknak. Most megvolt a disznóvágás, tehát jön a hagyományos friss húsevés, ami megvan, utána agyasleves, ami a disznótorokon szokásos, utána pedig flekken. És akkor, ha felkérhetem a vőfélyeket, akkor mindenki el fogja mondani, hogy mi volt a legsikeresebb az életébe esküvők alkalmával, és mikor vallott kudarcot, mert mindjárt emberek vagyunk, és mindjárt tévedünk. Tehát van egy ilyen, hogy megtörténik, én is nagyon sokat tévedtem, akkor el fogom mondani, hogy mi volt az. És el fogom mondani ezt, hogy mi volt sikeres. A következő találkozó időpontját is leszögezték. Arra 2008. augusztusában Bak Ágoston kéziszentléleki vőfénynél kerül sor.
Kedves nézőink, Önök a Polip Televízió híradóját látták magyar nyelven. Köszönöm kitartó figyelmüket, viszontlátásra!